Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hamarosan elkezdünk egy olyan pillanathoz, amit én egyébként a nyár óta nagyon várok. Ugye augusztus első felében jelent meg az első instrumentális lemezem, és azokat, akik vették a fáradtságot és megvásárolták az eredeti CD-t, a TOG-ban találtak egy kis kupont, és hogyha ezt a kuponon szereplő egyedi azonosítót visszaküldték nekünk a játékkukac@zalanweb.hu címre, akkor részt vesznek egy sorsoláson. Ezt fogjuk tartani november végén. Ennek a sorsolásnak a fődíje pedig... Az Ibaneznek szeptember elején volt a világpremiérje ezzel a típusú hangszerrel. AZES31-esre hallgat ő, ez az ő pontos típusa. Ez számomra azért volt nagyon fontos, hogy ezt a hangszert tudjam kisorsolni, mert ennek a gitárnak a két nagyobb tesója, az nálam is megvan, és én nagyon szeretem őket. A lemeznek 90-95%-a ezek a két hangszerrel lett feljátszva. Úgyhogy aki megkapja ezt a gitárt, az úgy gondolom, hogy olyan hangszert kap, ami nagyon közel áll a én lemezem hangzásához és az én ízlésemhez is. Amit még fontos tudnotok, van még lehetőség részt venni ebben a játékban, semmi más nem kell tennetek, mint ellátogatni a zalanweb.hu oldalra és megrendelni a CD-t, illetve az oldalamon találtok egy listát, ahol személyesen is tudtok vásárolni lemezt. Természetesen ez a kupon, ez most is benne van ezekben a tokokban, és hogyha november 25-én éjfélig visszakülditek a kódot, akkor ti is részt fogtok venni ezen a sorsoláson. A sorsolásra eredetileg november 28-át jelöltem meg. Nyár közepén még nem vettem figyelembe, hogy ez már advent első vasárnapja lesz, és ezt a meghitt családi pillanatot ezt nem szeretném egy ilyen sorsolással megtölni, úgyhogy engedelmetekkel ez 29-én hétfőn este fog megtörténni ez a sorsolás. Ha egyébként élőben szeretnétek hallani a hangszert, akkor ezen a hétvégén a Analog Music Hall-ban lesz egy basszusgitár-gitár hétvége, és bemutatókkal egybekötött előadások lesznek. Én szombaton délután tartok majd egy foglalkozást, egy bemutatót, ahol mind a három AZ modellemet elviszem, és meghallgathatjuk egymás után is őket, akár hogy milyen különbségeket hallunk bennük, illetve akár kinézetre, küllemre, kinek melyik tetszik jobban. Szeretnék nektek eljátszani egy dalt. Természetesen ez a saját instrumentális lemezemről fog szólni, a City Rock című szerzemény. Fogadjátok szeretettel, és hát a kedvet tudok csinálni egy kis játékhoz. Ha van kedvetek, akkor tartsatok majd velem, és nézzetek körül a honlapomon. Most pedig jöjjön a dal!